Fodor Ferencné a 70-es években kezdett el hobbi szinten fotózni. A hobbiból aztán szenvedély lett, így napjainkig már számos kiállításon, több településen is bemutatta alkotásait. Többek között Bátaszéken is, ahová ezúttal alkotótársával, Sarvaic pap Juliannával érkezett. A fotós tagja a Bárka Művészeti Szalonnak és a Cserhát Művészkörnek is. Kedvenc témája a természet, azt mondja, a fényképezőgépet mindig magánál tartja. Mindig szerettem a természetet, és meg szerettem fotózni, úgyhogy kedvet kaptam hozzá, és ez a részem, meg nagyon sok esetben, hogy mondjam, életmentő tevékenység volt számomra, mert elég sok tragédia ért, és ebben eléggé ki tudok kapcsolódni. Gyakorlatilag vevő vagyok mindenre, épületre, virágra, növényre, állatra, úgyhogy teljesen mindegy. Sokszor, ha megyek a városba Szekszárdon, akkor ugyanúgy mindig viszem magammal a gépet. És vannak érdekes pillanatok, amit sokszor azután derül ki, amikor már felteszem a gépre a képeket, és akkor látom, hogy éppen egy bogyót fogyaszt a rigó, vagy szóval nagyon-nagyon aranyos. A korcsolyások, az is egy szálkai tónál fotóztam, és valami számomra különleges hangulata van az egésznek, vagy a jégcseppek, az is szálkán készült, és hát nagyon sok mindenben támogatott a férjem, amíg élt, és tényleg abszolút partner volt, hogy mindenhova elvitt, de hát sajnos ez másképp alakult most már. Ez egy nagyon jó menekvés sokszor a borzalmak elől is, mint jelen pillanatban is, ami történik a világban, mert ezek olyan szép dolgok számomra, hogy értetnek. Sarvaic pap Julianna 20 éve ragadott ecsetet terápia gyanánt, ugyanis egy komoly betegséggel kellett megküzdenie. Úgy fejlesztettem magam az interneten keresztül, és akkor hála Istennek most már a Bárkásokkal vagyok, és ott meg már közösen segítenek, illetve segítjük egymást. Úgy gondoltam én, hogy ha csak festmény van, ugye akkor már annyi kiállítás van Tolna megyében, hogy nehogy unalmas legyen, és akkor így gondoltuk azt, hogy egy fotós, meg egy festmény kiállítás. A természet mondjuk az a kedvenc témám, és hogyha megnézzük majd a képeket, akkor azt lehet látni, hogy nagyon sok képemen rajt van a fa, és én egyszer ezt kérdeztem egy pszichológustól, hogy miért van az, hogy majdnem minden képemen bokorfa rajt van, és azt mondta, hogy ez a betegségből kifolyólag, hogy az élni akarás, ugye, hogy a fa, az bár lehet az hegység, folyópart, tökéletesen mindegy, a fa az élni akarás jelképe, és hogy valószínű, hogy azért festettem, vagy festek többször fát, vagy több képre fát. Mindegyik kedvenc. Amelyiket akkor festem, akkor az a kedvenc. De egy van itt a síró bohóc, tehát a festék, az érzelmek a festék alatt. Ez talán azért, mert az életben is úgy van, hogy nagyon sokan mutatjuk azt, hogy vidámok vagyunk, de belül azért mégis sok minden fáj. Tehát talán az a kép az így egy eléggé kifejező kép szerintem. Az alkotó azt mondja, a festés elsősorban megnyugvást ad neki. Hogyha ideges vagyok, akkor például rögtön nekiállok festeni. És mint ahogy mondtam, ugye akkor, amikor beteg voltam, nekem ez egy nagyon jó terápia volt, és ezt merem mondani, hogy ugye rákos voltam is, tehát ha valaki ilyen beteg, akkor bátran nyúljon ilyen dolgokhoz, mert nagyon sok, nagyon jól eltereli a figyelmet. A kiállítás április 4-ig tekinthető meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban.